Köszöntöm nézőinket, Szepesi Tibor, a Déli Kulturális Központ vezetőjével beszélgetünk a május 1-i programon. Harmadik alkalommal hozták be a főtérre ezt a rendezvényt. A tömeget elnézve azt gondolom, hogy ez jó döntés volt. Köszöntöm a televízió nézőket. Igen, figyelni kell a kérdésre, mert olyan hangosan szól a zene. Itt mögöttünk a színpadon épp a Jó ebédhez szól a nóta, a magyar nóta, ugye a hungarikum magyar nóta előadás zajlik. Igen, az első az ugye maga a főtér átadás volt 2015-ben, és akkor döntöttük el azt, hogy a majál is lehet, hogy jobb lesz ezen a helyszínen. A tavalyi év után mindenképp úgy gondoltuk, hogy itt a helye a majálisnak. És hát azért itt a főtér mellett még vannak kiegészítő programok is. Ott is gyerekeket lehet látni, felnőtteket, emesék, a Bengecsek Alapítvány nagyon sok mindennel várja a gyerekeket. Igen, egy picit nem csak itt a Városháza előtt, hanem más helyszíneken is, gondoljunk csak az íjász versenyre, ami szintén a majálisi forgatagban a május 1-jébe kerül megrendezésre. De visszamehetünk egész a tegnapi napig, amikor a május fa átadás, és itt meg kell állnunk egy pillanatra, hiszen érdemes elmondani azt, hogy közel 50-en jöttek az este folyamán, az éjszaka folyamán, hiszen este 9 és 10 óra között osztottuk a májusfát. Nagyon sok fiatal jött, 7 éves volt a legfiatalabb, aki májusfát vitt, és nagyon büszkén készült arra, hogy ő májusfát fog állítani, ápolva a néphagyományokat. Tehát azt gondolom, hogy igen, fontos a hagyományápolás, és a májusfa állítás hagyománya az egy ilyen program, úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött. Nem az út szélére kiültetett fákat vitte feldíszíteni, kihasználva a lehetőséget, hanem minden a Városháza elől vitte el azokat a fákat, amelyeket felállított hős szerelmesként a kiválasztott hölgy számára. És hát igen, ahogy itt végignézünk, ugye az ugrálóvártól, a gyerekeknek felállított ugrálóvártól kezdve a kézműves foglalkozásokon keresztül a színpadi produkcióig, elég széles a választék. Igen, és hát az is jó, hogy vannak padok, székek, tehát most nem süt ugyan a nap, de hogyha tűző nap lenne, akkor is el lehetne húzódni az ányos fák közé. Így már reménykedtünk abban, hogy ez a 2017 tavasza egy kicsit megviccelt sok rendezvényünket, többek között elég sok sportrendezvényt, de hál' Istennek a május elsőjére úgy döntött, hogy nem fog esni az eső. Igaz, hogy nem süt a nap, de lehetővé tette azt, hogy itt a főtéren, és ahogy szétnézek itt a mögöttem lévő tömegen, egyre többen el tudjanak jönni erre a rendezvényre. Beszéljünk arról, hogy kik lépnek fel a mai napon, hiszen gondolom, hogy sokan várják majd a délutáni programokat is. Nagyon széles a választék, hiszen azt gondoltuk, hogy az egészen fiataloktól az egészen idős korosztályig, vagy idősebb korosztályig, hiszen ahogy itt végignézünk, pont a Nóta műsor az, ami a kicsit idősebb, bár nagyon fiatal és aktív korosztályt, hiszen ők jöttek el legelőször a mai rendezvényre. És hát Kovács Marika, aki Kolostyák Gyula után fellép, az elmúlt egy évben talán nem is vállalt karcagi fellépést, úgyhogy nagyon sokan várták. A fiatalok részére Kocsis Tibi, akit a Megasztárból ismerhetünk, utána pedig, ahogyan a hagyományok diktálják számunkra is, hiszen minden rendezvényen karcagi zenekarnak is szeretnénk lehetőséget biztosítani. A frissen összeállt, újonnan összeállt History zenekar fogja zárni a mai színpadi produkciókat. Azt gondolom, hogy akkor itt estig mindenki talál olyan programot, ami neki tetszik. Itt vannak a kézművesek is, lehet a méztől kezdve sok-sok anyáknapi ajándékot is vásárolni, aki esetleg erre is gondol. Így van, közeleg az anyáknapja, úgyhogy valóban erre is van lehetőség, de ahogy így bele illatozunk a levegőbe, ugye a birkapörkölt illattól, a pattogatott kukorica és a vattacukron át gyakorlatilag mindenre van lehetőség. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Nagy Emesével beszélgetik, itt mögöttünk a Bengecsek Alapítvány különböző foglalkozásokat tart a parkban, gyerekek nagy élvezetére, de azért úgy láttam, hogy a szülőket is sikerült bevonni ezekbe a munkákba. Igen, nem véletlen szoktuk aláírni zárójelben, hogy családi és gyermekprogramok, mert hogy a szülők, itt jobbra például több szülő játszik, mint gyerekek, ugyanúgy élvezik ezeket a tevékenységeket, mint a gyerekek, bár sokszor azt tapasztalom, hogy először csak diszkréten leülnek elő távolságra, aztán egyszer csak bevonódnak. Mi mindent lehet ma itt kipróbálni?
három részre osztottuk ezt a kis utcácskát a parkban, amit kaptunk. Az egyik résznek Sütőháza neve, itt a liszt feldolgozásának, pontosabban a búza feldolgozásának a különböző állomásain lehet részt venni, a szitálástól, a dagasztáson, a lepénysütésen keresztül egészen a csiga csinálást is ki lehet próbálni. A másik rész egy kaszinó, a Csutkás kaszinó, ami egy valamikori magyar vagy karcagi kaszinóról kapta a nevét. Itt asztali játékokat, mindenféle ügyességi játékot, memóriajátékot, képkirakót lehet kipróbálni, ezeknek a hangulata mind a régi karcagi életmódot idézik, valamint van egy ügyességi játékokkal berendezett Rét nevű hely, ahol a gólyalábazást, a teknőben horgászatot, célbadobás, szigonyhajítást, mind olyan tevékenységeket, amelyekre szükség volt a réti emberek életében. Itt az apukák mellettünk azért a gólyabámozást azt nem próbálják ki, de tényleg nagy élvezettel és a gyereküket is túlszányalva játszanak, azt gondolom, hogy ez a cél. Igen. Azt gondolom, hogy minden olyan tevékenység, amit szervezünk, az egyik főszervező vagy központi feladatunk az, hogy interaktív módon szórakoztassuk az embereket. Tehát játékosan, élményszerűen, és mindenki megtalálja azt a részt benne, aminek nem csak nézője tud lenni, hanem részese is. És hát azt hiszem, hogy sok gyerkőc rácsodálkozik azokra a régi tárgyakra, amelyeket először itt lát. Igen, rácsodálkozik, és sokszor nagy segítségünkre vannak például ezekben a rácsodálkozásokban, vagy ezek mellett a szülői, nagyszülői kíséretek, mert sokszor az idősebb emberek átveszik tőlünk a szót, és a saját élményeikkel bővítik a mi ismeret adásunkat, és ez nekünk is nagyon jó. Mi is nagyon sokat tanulunk, és együtt játszunk a résztvevőkkel. Gondolom, hogy azért mindig vannak állandó dolgok, de mindig vannak új dolgok is. Hát ilyen az, amikor anyához odajön. Megyen egy aktív lepénysütő. De nyugodtan kóstolj. Na, ott kóstolja meg, anya, megkóstolhatja. Akkor megkóstolom. Köszönöm. Szóval egy frissen sült lepény. Szóval ez az interaktív mód, amikor anyának is meg kell kóstolni. Szó szerint vannak gyerekek, például az én gyermekeim is, akik sorba járnak minden állomást reggeltől estig. A lepénysütés az egyik legkeresettebb és legszórakoztatóbb forma, szerintem állandóan tömegek állnak sorba. És milyen volt? Nagyon finom. Ez egy élesztő nélküli lepény, amely de készítésére nincsenek írásos hagyományok, viszont el tudom képzelni, hogy kenyérszűk időkben sütöttek ilyet az asszonyok, mert ehhez körülbelül 10 perc kell, hogy ilyen lepény az asztalra kerüljön. Hát akkor azt gondolom, hogy a kislánya is újabb élmény elgazdagodott, és hát sokan jönnek még ide a nap során, és akkor sok-sok hasonló ilyen interaktív foglalkozást kívánunk még. Köszönjük szépen!